Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat ehet. Györ közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmot TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. A Gyirmót FC Győr a labdarúgó Liga 9. fordulójában ahhoz a soroksárhoz utazott, amely az előző körben idegenben verte a tavaly még NB1-ben szereplő szombathelyi haladást. A fehérmezes kisalföldi alakulat a dorog ellen elszenvedett fájó vereséget szerette volna felettetni, míg a fekete sárgában játszó soroksár hazai pályán gyűjtötte volna be az újabb skalpot. Az első negyed órában nem igazán alakult ki gólveszélyes helyzet, a 18. percben a gyirmót előtt adódott a mérkőzés első lehetősége. jobb jobboldali beadásáról centikkel maradt le szarka. Két perccel később ismét a fehér mezesek veszélyeztettek. Nagy Patrik szabadrugása csak az oldal állót találta el. Aztán ismét Nagy Patrik lőtt kapura hasonló helyről, de ez is elkerülte a kaput. Nem úgy, mint a 34. percben történtek, Szarka indította Májert, akinek lövését a hazai kapus még hárítani tudta. Ám a jól érkező Heffler lecsapott és az üres kapuba passzolt. 35 perc játék után tehát 0-1-et mutatott a sorok sári eredményjelző. A 40. percben nagy Patrik beadása után Zeke emelt középre. Pattogott a labda ide-oda, majd Szarka lőtt 11 méterről, és a labda Varga pattant a hálóba. A kapufáról visszapattanó labdát szinte esélye nem volt fogni a fiatal kapusnak. A 44. perc körül ismét a vendégek csapatkapitánya készített elő, itt Széles Imre fejelt kapu fölé. A második játékrész újabb gyírmóti helyzettel kezdődött. Hefler lőtt egy csel után, de a kapus nagy bravúrt mutatott be. A második félidőben jelezte először a soroksár, hogy nem adják könnyen a pontokat. Egy oldalszabadrúgás után Pócsik ért bele a labdába, Rusák nem tudta egyből fogni, de széles mentett a gólvonalról. Majd ezt követően villám tálalt Tóth Bence elé, lövését szögretre ütötte a kapus. A 65. percben szarka fordult le a védőjéről, majd a kapus tréfálta meg egy csellel és passzolt az üres kapuba. Ezzel a góllal a szarka Ákos már 3-0-ra növelte a csapata előnyét. Jó 20 perc volt még hátra, amikor Tóth Bence emelt középre, Heffler fejelhetett, de a kapus óriási bravúrt mutatott be. Majd újra szarka került helyzetbe, de a visszafutó védők megzavarták a támadót, így nem jutott el lövésig. Maradt a 0-3. Tíz perccel a vége előtt hudák fejelt szabadon, de nem sikerült gólt szereznie. A 84. percben közel járt a szépítés ez a hazai csapat, de lőrinci szabadrúgását szögletre ütötte Rusák. Aztán jött a ráadás első perce, Hefler iramodott meg a bal szélen, és ahogy tőle megszokhattuk, egy cselt követően helyezett a hosszú sarokba. A támadó tehát duplázni tudott a Soroksár otthonában, és beállította a végeredményt. Soroksár SC, Gyirmót FC Győr, 0-4. A Gyirmót ezzel a magabiztos sikerrel előrelépett a hetedik helyre a tabellán, és innen várja a jövő vasárnapi Békés Csaba elleni hazai találkozót. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.